csomizó, Mimi vagyok, és itt van ez a szépséges doboz, amit ma ki fogunk nyitni. Nézzük, hogy mi van benne. Ú, de jó színe van ennek a borítéknak, ezt most félretesszük. Imádom ezeket a színes szalagokat, annyira bulisak. Nézzük meg, hogy mit rejtenek. Na, lássuk. Ó, kicsomizók, ez egy pilóta Barbie. Azta, és még más is van benne. Űrhajós Barbie. Azta, kicsomizók, ilyet még nem is láttam. Mennyire jól néznek ki. És még van benne valami? Azta, itt egy harmadik is. Nézzétek, kicsomizók, ő pedig egy tűzoltó Barbie. Mennyire menő már a ruhájuk. Azta, nagyon szépek. Állati jól néznek ki. Képzeljétek, kicsomizók, 60 évvel ezelőtt gyártották az első Barbie-t. Most van az évforduló. 3 éves kortól lehet vele játszani. Nézzétek, kicsomizók, a hátulján rajta van, hogy régen hogy néztek ki a Barbie-k. Szerintem már itt is gyönyörűek voltak. A ruhájuk is annyira király volt. Na, bontsuk ki a tűzoltót. Ú, milyen cipője van. Nagyon vagány. Mekkora sisak. Tényleg úgy néz ki, mint egy igazi tűzoltó. És még walkie-talkie-ja is van. Azta. Nagyon szép. A kalapját le tudjuk szedni. Ígyni. Nézzétek, kicsomizók, fényvisszaverő csíkok is vannak a ruháján, így könnyedén észreveszik, amikor dolgozik. Van zseblámpája is. Ezzel még a kis állatokat is meg tudja menteni, mert látja őket. Annyira jó dolog lehet tűzoltónak lenni, én is olyan szívesen segítenék másokon. Na, szedjük le ezt a zsinort is. Mennyire szép a haja. Nagyon tetszik, hogy össze van fogva, így biztos munka közben sem zavarja. Nagyon jól áll neki ez a sárga szín. Nagyon tetszik. Le tudjuk ültetni. Rakjuk rá a sisakját. Nagyon jó színe van, és passzol a ruhájához is. Nagyon jól áll neki. Na, most már igazi tűzoltó. Nézzük a következőt. Ő a pilóta Barbie. Nagyon izgalmas lehet ez a foglalkozás. Annyira menő, hogy csajok is lehetnek már pilóták. Ú, és régen mennyire jól néztek ki. Volt stewardess Barbie is. Mennyire cuki ez a rózsaszín ruha rajta. Kicsomizók, én imádok repülni. A stewardessek mindig olyan szépek és kedvesek. Azta, és egy repülő van a csomagolásán, ami rózsaszín. Nagyon jól néz ki, és tökre passzol ehhez a kék színhez. A nyakkendője is rózsaszín. Nagyon szép. Olyan jó, hogy nem minden Barbie-nak szőke a haja. Azta. Királyul néz ki. Mondjuk van benne egy kis szőke is, de szerintem ez így nagyon vagány. Nagyon jó a sisakja. Nézzétek, kicsomizók, jelvénye is van, és rá van írva a neve. Ez mennyire menő már. Én is nagyon szeretnék pilóta lenni, mennyire király lehet vezetni ezeket a hatalmas gépeket. Na, nézzük az űrhajós Barbie-t. Azta, mekkora szkafandere van, és mennyi minden van a ruháján, és tökre fényes, nagyon tetszik. Nézzük a hátulját. Azta, régen is nagyon vagányak voltak az űrhajós Barbie-k. Nem is tudom eldönteni, hogy melyik szettük tetszik a legjobban. Az 1985-ös is nagyon király volt. Tök jó, hogy ilyen budgyos az ujja. Imádom az ilyen rucikat. Bontsuk ki! Ú, micsoda kesztyűje van! Azta! Ez vajon levehető? Na, mindjárt megnézzük. Nagyon szép, és milyen nagyon durván szőke a haja. A szkafanderét tudjuk mozgatni, és le is tudjuk venni. Azt a kicsomizók, rövid hajú Barbie,
Tökre Victoria Beckham-es frizurája van, nekem nagyon tetszik. Szerintem nem kell, hogy minden Barbie-nak hosszú legyen a haja. Nagyon menőn néz ki. Hú, ez a ruha nem semmi, és milyen holdjáró cipője van. Amúgy kicsomizok, tudjátok, hogy a holdra szállás 50 évvel ezelőtt volt? Mennyire menő lett volna, hogyha már akkor egy Barbie-t küldenek a holdra. Na, rakjuk vissza a szkafanderét. Nagyon tetszenek nekem. Nem is tudom eldönteni, hogy melyikük a legszebb. Mekkora cipő. Tudjuk mozgatni. Le is tudjuk ültetni. Fú, kicsomizók! Tökre kicsomisztikus elképzelni, hogy mi minden lehet majd belőlünk. Én például tök szívesen lennék fotós, filmes vagy állatorvos is akár. Írtó király, hogy ma már a lányok is lehetnek tűzoltók vagy űrhajósok. Mondjuk én űrhajós biztos nem lennék, de pilótának lenni például tök izgi lehet. Ti mik szeretnétek lenni, ha felnőttök kicsomizók? Írjátok meg kommentben! Egyébként kicsomizók, tudjátok, hogy a tűzoltók nem csak tüzet oltanak? Segítenek a bajba jutott állatokon, és az árvizeknél is rengeteget segítkeznek. Nézzük az űrhajóst. Ups, leesett a kesztyűje. De nekem tökre tetszik amúgy, hogy ez is levehető. Nem kell, hogy mindig rajta legyen. Nézzétek, így tud mozogni. Kicsomizók, ti el tudjátok képzelni, hogy az űrben nincsen gravitáció? Így tudnak repkedni az emberek. És itt van a pilóta Barbie. Én vagyok az Air Force One vezetője, én szállítom az elnököt. Ez nagyon komoly és felelősségteljes feladat. Indulásra készen állunk. Mennyire menő lehet az elnököt szállítani és vele dolgozni? Tűz van, gyerünk, indulhat a mentés! Na de nézzük a borítékot. Nyissuk ki. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kérdeztetek ma. Letekerjük, és már is nézzük. Várod már a sulit? Nagyon jó volt a nyár, kicsomizók, annyira élveztem. De persze már hiányoznak az osztálytársaim, meg valamennyire a suli is. Úgyhogy igen, várom, hogy mehessek. Azért még próbálom kiélvezni a maradék nyarat, tegyetek így ti is! Tök jó, hogy ezek a Barbie-k segítenek nekünk megálmodni, hogy mik lehetünk majd nagykorunkban. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel! És írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik a legmenőbb szakma. Pá, pá! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Kövess minket Instán! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a Cat csatornájára!